A megszokott módon melegítő nyíregyházi játékosokat láthattak a pályán azok, akik kedd délután 4 órakor fél órával a kiírt kezdés előtt érkeztek a Continental Arénába. A hazai kosarasok azonban nem a meccs előtti bemelegítést végezték, hanem edzésre hangoltak, az alapszakasz első körének utolsó találkozója ugyanis elmaradt. Mivel a csarnok az elmúlt hétvégén egy futballtorna miatt foglalt volt, a mérkőzést keddre írta ki a szövetség. Ez a tény szeptember óta ismert volt, és az időponton csak a hazai csapat változtathat. Ennek ellenére a nagykőrösiek korábban nem hivatalosan jelezték, hogy nem jó nekik a január 10-e. Kedd kora délutánig azonban semmi nem utalta arra, hogy elmarad a találkozó. Nagyon csalódott vagyok, a nagykörös az utolsó pillanatban lemondta a mérkőzést, és éppen ezért nem tudjuk megtartani ezt a bajnoki találkozót. A teljes tényszerűséghez hozzátartozik, hogy egy próbálkozó telefonjuk volt már, amiben említették, hogy nekik nem alkalmas ez az időpont, de igazi indokot nem tudtak mondani, hogy miért, sőt próbáltunk megegyezni megfelelő időpontról, azt sem tudtak elfogadni semmilyen időpontot, ők csak hétvégén szeretnének mérkőzést játszani, nekünk pedig a mérkőzéseink a bajnokság végéig, hétvégéinket leköti, illetve ők a szövetség felé a mai napig hivatalosan nem jeleztek semmit, csak ma délután körülbelül 14 óra körül jelezték azt, hogy nem tudnak eljönni. Mivel a játékosok hetek óta erre a mérkőzésre készültek, csalódottak voltak, hogy elmaradt a tabellán közvetlenül előttük álló rivális elleni mérkőzés. Én személy szerint nem örültem neki, én nagyon készültem a meccsre, fejbe is és fizikálisan, de szerintem a csapat is így volt vele. Minden esetre sajnos ezt tudomásul kell venni, aztán várjuk, hogy majd le kell játszani, vagy megítélik nekünk a győzelmet. A szakmai igazgató szerint sem szerencsés, hogy felborult a tervezett menetrend, így tovább nyúlik a meccs nélküli időszak. A tegnapi edzés is már annak tükrében zajlott, hogy ma mérkőzést fogunk játszani, tehát igazából taktikai felkészülésről szólt az egész. Majd a holnapi programot is át kell alakítani, hiszen nem azt az edzést fogjuk elvégezni, ami egy normál mérkőzés utáni edzésprogram. Mellette pedig ugye szombaton jön a Békés elleni bajnoki mérkőzés Békésen, és én egyébként sem örülök ennek a hosszú kihagyásnak, hiszen karácsony előtt játszottunk utoljára bajnoki mérkőzést, és a 10-e ez már eléggé messze van ettől. Úgy gondolom, hogy kiestünk a ritmusból, megpróbálok még ma keresni egy ellenfelet, hát ha holnap tudunk játszani egy edzőmérkőzést, bár ennyi idő alatt nagyon nehéz bárkit fölhajtani. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját 11 forduló után a Miskolc vezeti 9 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 8-3-as mutatóval álló Hódmezővásárhelyt. Az egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyháza Blue Sharks 5 győzelemmel és 5 vereséggel a 7. helyen válja a következő fordulót, amelynek párosítása a következő. Tiszaújváros Hódmezővásárhely, Eger Miskolc, Debrecen Nagykőrös, Békés Nyíregyháza, Salgó-Tarján Budapesti Honvéd és MAFSZ 2 Óbudai Kaszások.